Jó estét kívánok! Önök a Pécs TV Szemünk Fénye című műsorát látják, tudják minden, ami a gyerekről szól. Az új tanév általában minden szülő számára azt is jelenti, hogy szeretné, ha a gyermeke szívesen járna iskolába, és szeretné azt is, hogy a tanulás is jól menjen. Néha azonban előáll az a helyzet, amikor a gyermeknek nehézségei támadnak az iskolában. A sok készülés, gyakorlás ellenére nehéz a tanulás. A gyermek lassan halad, gyengék az eredményei, nem bízik önmagában, és néha szorong. Van, hogy ez átmeneti jelenség, de tartósan fennálló nehézségek miatt kialakulhat sorozatos kudarc élmény, viselkedészavar, vagy akár motivációvesztés is, ami hosszabb távon rombolhat is. Mit tehet a szülő, hogy segítse a tanulási nehézséggel küzdő gyermekét? Honnan tudhatja, hogy ez a gond tartós, vagy csak átmeneti? Mikor kell hozzáértő szakember segítségét kérni, és ki az, aki a gyermek és a szülő mellé tud állni, ha otthon már nem kezelhető a probléma? A kérdés pedagógiai, gyógypedagógiai és pszichológiai szempontból is megközelíthető, sőt, kívánatos mindhárom nézőpont. Vendégem dr. Varró Horváth Diana, gyermekpszichológus. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm szépen. Kezdjük szerintem gyorsan azzal, hogy az alapokat tisztázzuk. Különféle fokozatai vannak a tanulási problémáknak. Szakirodalomból olvastam én is, hogy tanulási zavarról, tanulási nehézségről és tanulási akadályozottságról beszél a szakma. Tegyünk rendet a szavak között. Rendben. Az első és legfontosabb az az, hogy a különböző fokozatok jelentik, hogy érintette valamilyen idegrendszeri háttér, vagy ez egy viselkedés, vagy egy környezeti problémának az eredménye. A tanulási nehézség ebben a legenyhébb fokozat, ami arról szól, hogy átmenetileg van valamilyen nehézség, ez nagyon sokszor akár az iskolai környezetből családi probléma, költözés, egy fejlődési váltás következő életkori szakasz, és átmenetileg eltereli a gyerek figyelmét arról a helyzetről, vagy amikor nagyot váltanak például az alsó tagozatból a felsőbb, és hirtelen minden új, és rá kell, meg kell szokni, akkor gyakori, hogy van egy ilyen tanulási nehézség. Ez egy átmeneti megbillenés tulajdonképpen. Így van. Ez nagyon jellemző rá, hogy magától, illetve átsegítik egymást vagy a társak, vagy a családi háttér, egy kis pedagógiai segítség, és ez rendeződik. A tanulási zavar az már ilyen értelemben érintett benne az idegrendszer is, egy korábbi fejlődési, illetve egy kiskortól induló fejlődési nehézség megtalálható legtöbbször. Az idegrendszernek valamilyen érintettsége ebben szerepet játszik. Ez legtöbbször a szülőkkel felvett anamnézisből, a velük való beszélgetésből derül ki, sokszor nem is tűnik fel pici korban, mert hát így a többiekhez hasonlítva annyiféle a gyermeki viselkedés, hanem jellemzően, amikor iskolába kerül és kötött helyzet, jelen kell lenni, ott oda kell figyelni, meg kell érteni, amit hall, hozzá kell illeszteni ahhoz, amit lát, és akkor ezeknek a területeknek az integrálása, ez már egy komoly feladat, és nagyon sokszor itt tűnik fel. Az idegrendszer fejlődési zavarai közé tartozik például akár a kommunikációs zavar, akár ami nagyon most itt sokszor halljuk, a hiperaktivitás, ADHD, illetve az autizmus, ami nagyobb és ismertebb. És akkor ami pedig a tanulásiban való akadályozottság, az pedig az általában, ugye nagyon fontos különbség, hogy a tanulási zavarban nem érintett az intellektus, tehát hogy ők általában jó intellektusú vagy magas intellektusú gyermekek, és ide tartozik például a részképességeknek is, és a nehézsége vagy a zavara. És ez akkor mit jelent részképességeknek is? Részképesség például az olvasás, az írás, a számolásnak a nehezítettsége. És akkor a tanulásban való akadályozottság pedig azt jelenti, hogy már az intellektus is érintett, hogy az értelmi képesség
ben van valamilyen nehézség, zavar, és akkor ez általában speciális fejlesztést igényel. Tehát két nagy csoportról beszélhetünk. Beszélhetünk az organikusról, és beszélhetünk a szerzetről, hogyha jól értelek téged. Így van. Van egy, ami a viselkedés hátterén, vagy a környezet hátterén inkább megjelenő. Nagyon gyakori, hogy társul valamilyen viselkedés zavarhoz, ezért nehéz elkülöníteni elsőre. Például, ha belegondolunk egy aktív mozgó kisgyerekbe, akkor mondhatjuk azt, hogy ilyenek a gyerekek, és mondhatjuk azt, hogy ha ez nem sikerül ennek a változása, nem alkalmazkodik a rendszer, akkor elkezd úgymond a környezetnek is már a türelme elfogyni, és akkor onnantól kezdve itt volt a felvezető, hogy mikor kell a segítség, hogy van az a pont, tehát én azt gondolom, hogy minél előbb érdemes csak kérdezni első körben a szülőnek, hogy akkor így a többiekhoz hasonlítva ez a gyermekviselkedés még így rendben van, mert hogy a szülő az övét ismeri, a szakember is lát többet, lát egy átlagot, amin belül mozog az az életkorú gyerek. Mik azok a tünetek, amikre egy szülőnek, aki nem szakértője ennek a témának, érdemes odafigyelni? Hiszen most az előbb arról beszéltünk, hogy már iskolás korban megjelennek bizonyos eltérések vagy nehézségek is, ami feltűnő lehet, amit a pedagógus is mondjuk tud jelezni, vagy otthon nyilvánvalóvá válik. Tehát a gyermek születésétől kezdve folyamatosan tanul és fejlődik. A kérdésem az, hogy elképzelhető-e, hogy korábbi életkorokban is vannak esetleg arra utaló jelek, hogy nehézséggel néz szembe az a gyerek, különös figyelemre van szükség a szülő részéről, és ha igen, akkor mik ezek a jelek, hogyan ismerheti fel a szülő? Ez egy nagyon nehéz kérdés. Nehéz kérdés. Korosztályunkért változó ez, nem? Korosztályunkért inkább azt mondanám, hogy családonként ez eltérő, és akkor, hogyha szabadonnan kezdenem, hogy születéstől nyitottak a gyerekek, van egy vele született nyitottságuk a világra, ami nagyon aranyosan alakul már 2 hónapos kortól, egyetemről látszik, hogy az emberre elkezd ránézni, visszamosolyog, elindul egy válasz arra, amit ő észlel, és utána szépen lassan a fejlődés során elkezdő először figyel, először hív, felhív, arra kap egy választ, és elkezdi érezni azt, hogy ő eléri a világot, kezdeményezhet, lehetnek neki úgymond gondolatai, hatni tud a környezetére, és kialakul egy kapcsolat, és hogy azért nehéz a kérdés, mert hogy kapcsolatban fejlődik ez az egész képesség, és elengedhetetlen, hogy lássuk hozzá a család temperamentumát, tehát hogy ki hogyan illeszkedik ehhez a kisbabához, a családnak a milliójét, ahogy együtt élnek, és hogy tulajdonképpen ez a kapcsolat és a kognitív érés, tehát hogy az idegrendszeri érés párhuzamosan húzza előre a fejlődést és a tanulási képességet, és van olyan baba, aki ebben gyorsabb, és van olyan baba, aki ebben, ha kívülről nézem magamhoz, viszonyítva lassabbnak látom, az a kérdés, és ami meg szokott jelenni például a szülők részéről, mint érzés, inkább így mondom, hogy valami nem stimmel ezzel a babával, akkor általában az azt jelenti, hogy ő nem, tehát hogy nem találják azt a jó ritmust együtt, amiben jól tudnak egy napi rendet kialakítani, egy közös programot megtervezni, tehát hogy szépen lassan, mire iskolás lesz, a szülő nagyon pontosan érzi, hogy a baba, illetve a gyereke aztán, ahogy fejlődik, kialakítható az a közös rendszeresség, amiben tudnak együttműködni, amiben például a kisgyerek emlékszik rá, hogy mit fogunk majd csinálni, vagy várja a mamáikat, hogy jönnek, és akkor tudja, hogy nem felejti el, ebben benne van memória, ebben benne van feladat, tehát hogy akaratlanul, ösztönösen úgymond tanítjuk őket a fő képességekre, mint figyelem, megtartás, szelektálás az ingerek között, vagy az ingerek összeillesztése, vagy mikor együtt rajzolunk, vagy együtt csinálunk, sütünk, főzünk. Tehát, hogy nagyon nehéz elválasztani a kulturális közegtől, meg a családi közegtől azt, hogy mi az, amire tudunk figyelni, inkább visszafele szoktuk észrevenni, hogy valami nem stimmel. Valami nem volt jó, és akkor visszafele megtaláljuk, hogy már ott látszott. Tehát jól értelek téged, azt mondod ezzel, hogy tulajdonképpen a gyermek születésétől kezdve az a folyamat, az a fejlődési folyamat, amin ő keresztül megy a családban, vagy a saját kis környezetében, az már determinálja őt, vagy egyenes út vezet magához a konkrét iskolai tanuláshoz, aztán később a tanulásban való
sikerességére, vagy kevésbé sikerességére, vagy hogy mennyire könnyen, mennyire gyorsan, egyáltalán mennyire motivált, mennyire van kész arra, hogy ő új ismeretek után nézzen, és azokat befogadja? Tehát, hogy ezen a korai kapcsolódáson is már múlik sok minden, ezt is mondod? Azt, hogy teljesen determinálja, azt nem mondanám, uh-huh. de hogy nagyon sok minden múlik rajta. Tehát, hogy egy jó illeszkedésben a baba kíváncsisága csak nő, csak nő, csak uh-huh. nő, egyre többet kérdez, és látja, hogy van a kérdésére válasz, és akkor még kérdez, és erre is kíváncsi lesz, és arra is kíváncsi lesz. Ami csapdás ebben a helyzetben, hogy mondjuk szülőként ráállunk arra, hogy jaj, de jó, ennyire érdeklődő, és akkor elkezdem csak ezt a részt úgymond húzni az érésben, segíteni neki. Picit sürgetni, mondjuk, picit, ezt mondod? Igen, mondhatom így is. Mert hogy az nagyon fontos, hogy az érésben van egy fejlődés, kognitív fejlődés, de van mellette egy érzelmi, van mellette egy társas, van benne egy mozgásos, egy beszéd, és ezeknek Együtt fejlődni. Hát legalábbis közel egymáshoz jó, ha tudjuk. Ezért én azt látom mindig, hogy azért az felszokott tűnni, ha valamelyik része nagyon lemarad, akkor már érdemes ahelyett, hogy nagyon megijednénk, lehet, hogy csak egy pici illesztése, egy-két kérdéssel tudom hozni azt a részt, mert hogy mondjuk mondok egy példát, egy olyan családban, ahol az az érték, hogy tanulunk, és csak megyünk előre, akkor nekem arra kell figyelnem, hogy ne csak ezt erősítsem meg benne, hogy nem minden helyzetre azt mondjam, hogy ügyes, vagy szép, okos, büszke vagyok rád, hogy ne csak ezt húzzam, hanem mondjuk amikor bohóckodik, látszólag össze-vissza csinál dolgokat, játszik, felszabadul, abba is be tudjak kapcsolódni, és tudjak vele együtt örülni, hogy az az érzelmi rész is töltődjön, ne húzzam el csak mindig a teljesítés felé, de ez egy nagyon nehéz és érzékeny egyensúly. Igen, ez egy nagyon finom ráhangolódás jelent, amiről beszélsz, amihez azért kell egyfajta tudatosság is, nem? Tehát részben kell valamiféle ösztönösség, de talán valami tudatosságot is igényel, hogy lássam azt, hogy mi is történik, mit miért csinálok. Vagy? Ez egy nagyon jó kérdés megint csak. A tudatosság meg az ösztönösség valahogy kéz a kézben. Inkább azt gondolom, nagyon sok könyvet elérünk, nagyon sok szakirodalom nyitott a szülők számára is. Én azt gondolom, hogy az a jó szakirodalom, az a jó kapcsolódás egy könyvvel is, amivel az anya egyet tud hitelesen érteni. Tehát ha ő érzi, miközben csinálja, hogy ez nekik jó, és az az alapszabály, vagy az aranyszabály, hogy akkor élvezetes egy cselekvés a gyereknek, ha az nekem is az. Tehát ha én nem szeretek, nagyon egyszerű példát mondok, gyöngyöt fűzni, de kapunk egy ilyen készletet, mert az milyen jó finom motorikát fejleszt, színeket tanulunk közben, de én közben szétfeszülök rajta. Akkor azt ő érezni fogja. Azt ő érezni fogja, és nem fogja érteni, hogy nekem ez miért nem jó, vagy hogy lehet, hogy ő csinál valamit, talán rosszul. Tehát hogyha tudok, és hogy én mindig arra bíztatok mindenkit, hogy próbálgassa, hogy mi az, amit szívesen csinálnak együtt, hogy mindenki a saját gyerekéhez ért a legjobban. Én azt gondolom, hogy mi ott vagyunk, mint segítség, és tudunk ötletelni, és tudunk együtt haladni, és kijelölni azokat a határokat, ami elvárható mondjuk abban az adott életkorban, és segítjük őket, hogy optimálisabb legyen mondjuk ennek a mindennapokban ennek az elérhetősége, például egy napi rend kialakítása, az teljesen más 4 évesen, mint 6 évesen, de hogy miben érzik jól magukat, azt nekik kell megtalálni. Egy nagyon szelíd kísérésről beszélsz tulajdonképpen, hogy ezt szelíden és figyelmesen kísérni és lekövetni a gyerek fejlődését, és mondjuk egy ilyen egészséges dinamizmus belevinni, amivel dinamikusan, amennyire ő megkívánja, vagy a helyzet adja, mondjuk picit próbáljam húzni, vagy éppen engedjem, ha a helyzet azt kívánja. Kérdésem az elvárásokkal kapcsolatban van, illetve azzal kapcsolatban, amit mi elgondolunk arról, hogy mi az, amit jó lenne tudni a gyereknek, vagy amiben szerintünk a gyerek jó. Ugye nagyon sok az irodalma például, az otthontanításnak, egészen csecsemőkortól, pici gyerekkortól már fejlesszük és képezzük a gyerekeket erre, arra, amarra, az otthoni fejlesztéseknek. Kérdés, hogy a nem szakavatott szülő ezt tudja csinálni, és kell-e egyáltalán ezt csinálni? Mindenki tudja csinálni, tehát hogy nem gondolom, hogy ehhez külön kellene valami szaktudás?
szaktudás, de arra készülni, hogy szülő leszek, ahhoz azért, és akkor itt gondolkodom, ez a tudatosság ösztönösség kérdésnél vagyok fejben picit elakadva, hogy azért a tudatosság olyan értelemben, hogy tudom, hogy ez egy új szerepkör, tudom, hogy én is voltam gyerek, hogy én is jártam iskolába, hogy tudom, hogy nem nyomhatom rá az én rossz érzésemet, mondjuk, vagy jó érzésemet, vagy tehát, hogy nem várhatom el itt az elváráshoz kapcsolódva azt, hogy ő én legyek újra. Lehet, hogy ő nem fogja szeretni az irodalmat, mikor nekem az a kedvencem. Lehet, hogy ő mást fog szeretni teljesen, amitől első körben megijedek, ezért azt mondom, hogy na, oda biztos nem. Fizika szakkör ki van zárva. Mert nem bízok abba, hogy tudok benne segíteni. És hogy ez egy nagyon, nagyon érdekes dolog, amikor a szülő megengedi, úgymond, hogy próbálkozz, és azt mondja neki, hogy de nem, lehet, hogy nem fogok tudni, lehet, hogy nem én leszek az, aki tud neked segíteni, de akkor keresünk olyan szemét, aki segít neked egy akár egy külön tanár, akár egy pedagógus az iskolában, egy zenetanár, és hogy megbízik a szülő abban, hogy nem csak ő tudja kontrollálni ezt a területet, hanem hogy ez csapatmunka. Igen, ez egy nagyon kényes egyensúly, ugye ezt megtalálni, hogy hogyan vonjuk be a külső szereplőket. Egy nagyon kényes határmesdjére érkeztünk most, és beszéltünk is erről itt a beszélgetést megelőzően, hogy a szülőnek elég nagy problémát okoz a gyermeknek is, nyilván, hogyha szembesül mondjuk iskoláskor van azzal, hogy valamiféle nehézség vagy probléma adódik. És hogyha ezt kezelni kell, és utána menni, és korrigálni ezt az eltérést, és szembesül ezzel a szülő, hogy bizony esetleg abban őnek is szerepe volt, hogy ez a folyamat most idáig jutott, ez egy igen nagy teher. Tehát hol van, meddig van a szülő felelőssége ebben? Mi a szülőnek a feladatköre? A szülő felelőssége, ez egy nagyon nehéz szó, tehát hogy itt azt érezzük, igen, hogy ez így megnyomja az embert, hogy igen, ez valamiféle teher. Én szeretem, hogyha érzik azt, hogy ez nem semmiféleképpen, tehát hogy olyan, aki mindent tökéletesen csinál, ilyen nincs, és hogy ha tudjuk, hogy elesünk, akkor leülünk, és ezt szoktam mondani a gyerekeknek is, meg a szülőknek is, hogy azért vagyunk itt, hogy jobban értsük egymást, tehát hogy nem azért, mert én tudom, hogy neked hogy lesz jobb, hanem azért, mert abba bízom, hogyha megismerjük egymást, akkor tudok olyan dolgokat kitalálni, ami neked is anyának segít abban, hogy ti jobban értsétek egymást, és hogy a szülő felelőssége abban van, hogyha érzi, hogy valami nem jó, akár neki, és ebbe mérőeszköz a saját belsője, mérőeszköz a külső, például egy óvónő, aki szól, hogy nem tudom, hogy mi történik, de hogy valami nem stimmel, nem olyan, mint szokott lenni, ugye így tudja csak megfogalmazni, akkor a szülő egyáltalán nem támadásnak veszi, hanem elgondolkodik, hogy figyel. Tehát első körben csak figyel, és hogy elfogad, és bízik abban, hogy a külvilág rosszat a gyerek mentén nem akar. Itt van egy nehézség is, hogy ne érezzük azt, és ne is éreztessük azt szakemberként, a szülővel, illetve szülőként ne érezzük azt, hogy ez csak a mi terhünk vagy felelősségünk, hanem újra hangsúlyoznám azt, hogy ez egy közös, és ebbe bevonva az édesapát, bevonva a családot, az idősebbek tanácsát akár, és ki lehet válogatni azt ebből, hogy mi az, amit, és akkor megint csak visszatérnek el az illeszkedés, hogy mi az, amit én tudok jól beépíteni, és mi az, amiről azt gondolom, hogy megköszönöm, mint jó tanács, és azt mondom, hogy csináltam másképp, és ezt is adom tovább, tehát hogyha ő kap az iskolában egy másféle pedagógia attitűdöt, mint az enyém, akkor ugye őt nem tehetem be két tűz közé, hogy csak az a jó, amit én gondolok, vagy az a jó, amit a tanítónén, tanítóbácsi mond. Igen, a gyerek megfeszül akkor a kettő között, ugye? Így van, hanem hogy abba tudom segíteni, hogy hát nézzük meg, próbáld ki. Tehát ebben is egy támogató hozzáálláson, próbáld ki. Próbáld ki, nézzük meg, jól érzed-e magad benne? Ha látom, hogy nem jó neki, és azért menne csak bele, hogy megfeleljen, az egy határ, mert ott viszont van abban felelősségem, hogy látom, hogy sírva megy mondjuk mindig a külön órára, vagy valamelyik órára, és azt mondom, hogy nem merek belenyúlni, mert ez az ő terepe, akkor azt gondolom, hogy igen, ott,
ott ez egy határa, bele kell mennem, hogy értsem, hogy mi történik. De hogy előre nem küldöm sírva a harcba, hogy nagyon nehéz lesz, és ne is tudd meg, hogy és még a 8 éves csak a kezdés, és akkor még 4. Mivel még ezután. Igen. De Diana, milyen helyzet a szülő és a pedagógus kapcsolatában, ugye? Mert ott az is egy kényes terület, az, hogy egy gyerekkel én otthon jól meg tudom beszélni, és őt jól tudom kísérni, az egy szintje ennek a dolognak. De hát ott van az intézmény is, ahol nem feltétlenül, ahogy az előbb is említetted, van mondjuk egy illeszkedés. Ez a legkényesebb kérdés az iskola. Az egyik legkényesebb az iskola mentén, hogy bízok-e a pedagógusban, bízok-e abban, hogy jól kíséri, át tudom-e engedni azt, hogy azon a terepen ő van otthon. Ebben az elmúlt 2 év, vagy a Covid időszak, hogy nem mehettek be a szülők, nagyon éles helyzeteket hozott azért elő olyan értelemben, hogy kiszorultunk, és beleértve magamat is abból a világból. Azelőtt se engedtek be, csak mondjuk reggel, de most teljesen, tehát lett a gyereknek egy nagyobb önállóság ezen a területen, mert hogy szabály volt, hogy nem mehetünk be. Aminek volt előnye, volt hátránya, de leginkább azok jöttek ki jól belőle, akik jó kapcsolatot tudtak tartani a benttel és ők kívül, és hogy még hangsúlyosabb lett az, hogy egy érdeket képviselünk, az pedig a gyereknek a fejlődése, túllépve azon, hogyha mondjuk kapok egy üzenetet, hogy sokadszor nincs bepakolva valami, legyek szíves jobban odafigyelni, akkor azt nem úgy reagálom le a gyerek előtt, hogy fáradtam, mit gondolok szülőként, hanem úgy, hogy akkor nézzük meg újra, akkor 2-3 nap segítek neked, lehet, hogy el vagy fáradva, nézzük meg, és beleállok. Tehát, hogy nagyon finom itt is az a határ, hogy mi az, ami, és hogy itt már a gyerek feladatai is lassan kijelölődnek, tehát, hogy neki is feladata van az iskolával, azt tőle nem vehetjük el, és akkor itt jön a képbe ő. Megtanítani ugye a saját egyrészt a határaira, másrészt pedig a saját felelősségére és az ő dolgaira, amit neki, tulajdonképpen a nevelés is, tehát ez is a tanulás része, nem csak az iskolai tantárgyak ugye tartoznak a tanulás tematikájába. És hogy ez már pici, tehát hogy pici kortól, tehát hogy 2-3 évesen, mikor a játszótéren lent marad valami, akkor azt mondom, hogy nem azt mondom, hogy visszaszaladok, hanem akkor most visszamegyünk érte fáradtan akár, mert elhagytuk, és akkor először megtanítom, hogy együtt, de hogy az feladat, arra neked kell figyelni a kis játékodra, jegyezd meg, hányat hozol, annyit viszünk haza, lehet, hogy ugyanazokat, néha nem, de hogy legyen ennek egy rutinja picikortól, hogy a szülő segíti, mellette van, de alapvetően vannak kis dolgai, amire neki kell vigyázni. Ez kezdetben még csak egy plüssjáték, aztán egy nagyobb táska, aztán egy óvodás zsák, és akkor így nő a történet, mire iskolába ér addigra a kis táskája, és azt is az első körben, az első 1-2 hónapban ő rendez, vagy együtt rendezzük, és utána szépen sem már az ő felelőssége lesz, hogy bent van, nincs bent. Hát és ebben benne van a siker, ugye? Meg ebben benne vannak az élménye, hogy én ezt képes voltam megcsinálni, képes vagyok rá, és ha nagyobb leszek, akkor majd még másra is képes leszek, és a fejlődés, és ennek az öröme. Így van. Ugye, hát ez elég motivációt ad a tanulásba, az élet minden területén talán. Itt a kulcs, szóval szerintem, hogy örömmel. Tehát, hogy az iskola, mint feladat, és akkor ezért mondom, hogy bennünk van a saját történetünk. Mert hogy mi úgy gondolunk arra vissza, tehát hogy mi érezzük azt a sok évet, ami abban benne van. Ő előtte áll, nem ijeszthetem, nem fair, hogy megijesztem vele. Hogy ebben mennyi minden van, miközben, ha visszagondolunk, mindenkinek vannak. Tehát, hogy ötöst kapni, jó jegyet szerezni, sikeresen valamit eltervezni és végigvinni, az mindannyiunknak egy jó visszagondolás, és legtöbbször nem is arra emlékszünk, hogy hányas voltam abban a tantárgyból, hanem egy viszonyulásra a tanárral, magával az a tananyaggal, és hogy az alapján döntöm el, hogy szerettem, vagy nem szerettem, de hogy ezt hagynom kell, hogy benne kialakuljon, megtapasztalja, hogy ő szereti-e. Ugye azzal kezdtük itt a beszélgetést, 1-2 percünk maradt már csak itt a műsorból, azzal kezdtük itt a beszélgetést, hogy az új tanév nem csak a gyermeknek hoz mindenféle kérdéseket, kihívásokat és bizonyos stressz helyzeteket is, hanem a szülőknek is, hát a gyermek is ugye saját maguk, saját elvárásaik, meg víziói, meg ideájaik miatt. Hogyha nehézséget tapasztal a szülő, akkor így, Diana, mit tanácsolsz, hol kezdje az
szituáció átgondolását. Észreveszi, jelzi a pedagógus, vagy ő veszi észre, hogy van valami elakadás. Mindezek után, amit most itt végigbeszéltünk, az első, ami nekem eszembe jut, az, hogy hát ne ijedjünk meg. Nagy baj, biztos, hogy nincs. Hát ez egy olyan, és akkor itt különíteném el, hogyha eddig minden rendben volt, és ez egy változás, akkor ők változnak gyorsabban, mint mi szeretnénk, vagy fel vagyunk rá készülve, akkor nem ijedünk meg. Az átgondolást együtt kezdjük, leültetjük, van valami, nincs valami, hogy érzed magad mostanában az iskolában? És megpróbáljuk megérteni, mi történik körülötte. Ha ez egy első osztály, és nem akar sikerülni az a folyamat, és nem sikerül összekapcsolni a betűket, nem sikerül megformálni, nem sikerül összeolvasni hangokat, akkor az egy más terület, mert akkor azt mondom, hogy szakember segítségét kérem, hogy megnyugodjak, és igen, valóban a ne jegyek meg az első, és így is tálaljam a gyermek felé, vagy közvetítsem, hogy azért megyünk, hogy értsük, hogy mi történik, megnézzük, hogy van vele dolog, vagy nincs, tehát hogy a szülő segítése, az elérhetőség az mindenhol adott, minden városban adott, ez így fontos szerintem, és hogy ne féljünk segítséget kérni, vagy tanácsot, vagy egyáltalán egy külső szemet kérni ebben. És közben pedig magabiztosan és örömmel fogjuk a gyerek kezét is kísérjük. És yeah. Ez egy nehezebb feladat, az elengedés, és egy újabb nagy téma, mert az ott egy szakasz. Az ott egy szakasz. Valóra Diana, köszönöm szépen a beszélgetést. Önöknek pedig köszönjük szépen, hogyha meghallgatták a beszélgetésünket. 2 hét múlva is lesz Szemünk fénye, mi akkor is itt leszünk, várjuk Önöket. Minden jót, viszontlátásra!